Igaz, hogy még kicsit hűvös van, de lassan tényleg ránk tör a tavasz, és a találkozások házában sem tétlenkednek az itt dolgozók. Nagy szeretettel köszöntöm Kulcsán Lászlóné Jutkát, aki most a vadonatúj programokkal fog kedveskedni a tévénézőknek. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. De először is a Városi Könyvtárban megvalósuló programra szeretném felhívni a kedves televíziónézők figyelmét. Április 21-én csütörtökön 17 órától társajátékban, társasjátékok fejlesztő hatása címmel láthatnak, hallhatnak az érdeklődők egy előadást, illetve egy bemutató foglalkozást, hiszen ezen a délutánon Varga Piroska gyógypedagógus és Horváth Zoltán játékmester érkezik a Városi Könyvtárba. Ők tulajdonképpen a játék kunyhónak a munkatársai és a fejlesztő játékoknak a gyógyító hatásáról fognak előadást tartani. Nagyon sok szeretettel várunk minden érdeklődőt, kisgyerekes anyukákat, családokat, nagyszülőket, és itt ezek a játékok megtekinthetők, illetve kipróbálhatók. Kiknek ajánljátok? Azt elmondtad, hogy nagycsaládos, kiscsaládos, gyerekes, mit tudom én, de így, ha a játékokat figyelme veszük, akkor itt majd a gyerekek is be tudnak szállni? Így van, tehát a gyerekek is kipróbálhatják, korosztálytól függetlenül, tehát készülnek egész kisgyerekek számára kifejlesztett játékokkal, illetve a nagyobbaknak, illetve a felnőtteknek szóló társas játékokkal, és itt az előadás témája tulajdonképpen a társas játékoknak a fejlesztő hatásáról fog szólni. Látom, annyi papír van, hogy lehúzza a kezedet, tehát lesz rendezvény bőven. Lesz. A Vasvári Pál Múzeumban élő történelem címmel egy egész délután betöltő, vagy egy egész napot betöltő programra várják majd az érdeklődőket a Városi Vasvári Pál Múzeumban. Április 22-én, ez egy pénteki nap, 10 órától a múzeumkertben, tehát a régi épületnek a múzeumkertjébe várják majd az érdeklődőket. Amikor is római légiósok bemutatójára kerül sor, madárröptetés, tehát egy solymász érkezik majd, Olajos Csaba, és itt madárröptetésnek a szemtanúi lehetnek majd az érdeklődők, és a római légiósoknak a bemutatója 11 órától teljesen 15 óráig tart majd a múzeumkertbe. A vadászmadarakkal közben a nap folyamán meg lehet ismerkedni, lesz etetés, madáretetés, úgyhogy érdemes lesz kilátogatni ide a múzeumkertbe, és ezen a programon való részvétel múzeumi belépőjegynek a megváltásával lehetséges, illetve az iskolások pedig múzeumpedagógiai foglalkozás keretében vehetnek részt a programon. Korhű ruhában lesznek szereplők? Így van, tehát korhű ruhában érkeznek. Én úgy gondolom, hogy ez itt Tiszavasváriban egy kuriózum lesz, hiszen ilyen jellegű program hát az elmúlt években nem való meg, tehát római légiósok fognak majd érkezni, és akkor itt egy kis bemutató foglalkozást fognak tartani. Aztán én a következő programsorozatot szeretném a televízió nézők figyelmében ajánlani, ami már a Találkozások házában, illetve jó idő esetén a Találkozások háza előtti téren fog megvalósulni. A Télzene programsorozat keretében Zenés tavasz, ezt az összefoglaló címet adtuk a programsorozatnak, hiszen április 22-én pénteken 18 órától érkezik majd ide Tiszavasváriba a miskolci Big Band zenekar, ők adnak majd a Télzene program keretében egy közel egy órás koncertet. Aztán másnap, április 23-án szombaton, 18 órától a Candyman duó lép fel. Tehát itt más stílust mutatnak be, hiszen a miskolci Big Band az egy fúvós formáció, a Candyman, ők, rájuk érdemes rákeresni interneten is, ők egy rock and roll stílust képviselnek, klasszikus hangszerekkel, és a hangulat az garantált, így ahogy néztük már a korábbi fellépési helyszíneken. Feltűnik az is felősöd között, a lányok összesúgnak a lába között, a csóki lány. Feltűnik az is felősöd között, a lányok összesúgnak a lába között, és azt mondják, hogy dance from you. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. When you're done, I'll make you do it all again. Well, I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh.
I never seen anybody do the things you do before. They say move for me, move for me, move for me, yeah. When you're down, I make you do it all again. They say that's all, that's all, that's all, yo. Well, I never seen anybody do the things you do before. They say move for me, move for me, move for me, yeah. When you're down, I'll make you do it all again, all again. Aztán április 29-én, pénteken, 18 órától a Pomázi önkéntes tűzoltó zenekar érkezik majd ide hozzánk a térre, és itt adnak egy térzenét a térzene program keretében. Következő héten, szintén pénteken, május 6-án 13 óra 30-tól a Kolompos Együttes ad egy koncertet, ők népzenét játszanak, és elsősorban ugye majd a gyerekeket, illetve hát természetesen a felnőtteket is várjuk majd ide a térre, és ezentúl szinte minden héten lesz majd térzene program, úgyhogy kérem figyeljék a plakátokat, a városi televízió adásait, illetve a honlapunkat, Facebook oldalunkat, mert itt fogjuk majd tájékoztatni az érdeklődőket. Lapozunk tovább. Lapozunk tovább, hiszen jön a jó idő, és tervezzük az Öhön forgató versenyt. Május 21-én szombaton fog megvalósulni a 17. Öhön forgató verseny és néptánc találkozó a Városi Strandfürdő területén, ahová már várjuk a főzőcsapatoknak a jelentkezését, a részvételi szándékot személyesen itt nálunk a találkozások házában lehet jelezni, illetve jelentkezési lap letöltésével. Ez a jelentkezési lap, ez fenn van a honlapunkon, Facebook oldalunkon, és ezt e-mailben is el lehet küldeni, az ekikszervezés@gmail.com e-mail címre. Érdemes részt venni a programon, hiszen a fődíj egy 50 ezer forintos vásárlási utalvány, a második helyezést elérő csapat 30 ezer forintban részesül, illetve a harmadik helyezetnek a díja 20 ezer forint. A csapatoknak a nevezési díja 500 forint per fő, és ez a nevezési díj, ez egyben jelenti az egész napos programon való részvételnek a díját is, tehát aki befizeti a nevezési díjat, akkor a programon egész nap részt vehet. A főzőcsapatok ugyanúgy, mint ahogy megszokhatták korábban, karszalagot kapnak, és ezzel a karszalaggal majd szabadon lehet jönni-menni a programon. Részletes program hamarosan várható. Előjáróban annyit szeretnék elmondani, hogy három fellépő már biztos, hogy itt lesz az Öhön forgató versenyen. Lehet tudni. Így van, Keresztes Ildikó, tehát ő fog egy élőkoncertet adni, aztán a Hooligans egy 100 perces élőkoncerttel készül, illetve a fiataloknak is szeretnénk kedveskedni. Manuel érkezik majd ide hozzánk Tiszavasváriba. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ez tartalmas program lesz. Kérem figyeljék a hirdetés plakátjainkat, de mindenféleképpen először is a főzőcsapatoknak a részvételi szándékára számítunk, tehát jelezzék minél hamarabb e-mailben, személyesen itt a találkozások házában. Várj, mert azt mondtad, hogy aki megveszi az 500 forintos karszalagot, az egyben a főzésre is, meg minden. Igen. Mi van, hogyha valaki csak úgy kilátogat? Hamarosan ott is a részleteket fogjuk közölni, tehát egy minimális belépődíj lesz, ami az egész napos program megtekintésére jogosít, illetve gondolkodunk abban is, hogy mi van akkor, ha valaki nem szeretne részt venni a főzőversenyen, de mondjuk a koncertekre szeretne látogatni, természetesen erre is lesz lehetőség. Terveztek B-verziót? Mondjuk mi van akkor, hogyha aznap esik az eső, vagy majd meglátjátok? Hát bízunk a jó időben, hiszen ezek a koncertek olyan volumenűek, hogy zárt helyen ezeket nem fogjuk tudni megrendezni, tehát bízunk benne, hogy jó idő lesz. Köszönjük szépen, van-e még valami a tarsolyodban? Hát egyelőre nincs, úgyhogy figyeljék a Városi Televízió adásait, plakátjainkat, Facebook oldalunkat, honlapunkat, és jöjjenek a rendezvényeinkre.